A szülőknek sokszor okoz fejtörést, hogy a 10 hetes nyári szünet alatt kivigyázzon a gyerekekre, mivel töltsék a szabadidőt. Mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek is az egyik legjobb megoldás a nyári tábor. A gyerekeket évről évre egyre fiatalabb korban iratják be különböző vakációkra. A 2-3 évesek bölcsődéhez és óvodához hasonló napközis táborokba járhatnak. Itt a kis vakon táborban már a 26. idény indul a nyáron. Közkívánatra itt is szerveznek majd külön turnust az óvodáskorúaknak. A programok. Röviden, ahogy mondjam, játék, játék és játék. Csupa játék van itt a Kisvakon gyermektáborban egész nap. 5000 méteren, 5000 négyzetméteren, csak szabadtéren, természetesen rossz idő esetén benti játékaink is vannak. Vannak olyan gyerekek, akik nagyobb mozgásteret igényelnek, nekik olyan mozgásos játékokat szoktunk vezetni, illetve csapatbajnokságokat. Vannak olyan gyerekek viszont, akik kevesebb a mozgásterük. Nekik az idén ismét olvasó szobát, olvasó kertet fogunk berendezni. Statisztikai adatokból az is kiderül, a vidéken élő körében népszerűbb a táboroztatás, főleg az ott alvós vakációkat választják. Típusát tekintve a sport, kaland és katonai lehetőségeket keresik a legtöbben, fiúk és lányok egyaránt. A táborok színvonala jellemzően javult az elmúlt években, az árak viszont stagnáltak. Most azonban drágulással számolhatnak a szülők. Idén így a vakációk heti átlagára egy napközis esetén 20 000 forintba, egy ott alvósé pedig 40 000 forintba kerül majd. Az idei évben, az elmúlt évekkel ellentétben sajnos komolyabb drágulásra kell számítani a táborpiacon. Ez esetenként 5-10%-os emelés, de van olyan tábor is, ahol több mint 20%-os maga a díjemelés. Azt látni, hogy az elmúlt 3-4 évben a táborszervezők nem emeltek az áraikon, viszont a minőséget folyamatosan emelték, pont azért, hogy minél több gyermeket tudjanak magukhoz bevonzani, és az idei évre értékel úgy látszik azt a szintet, ahol már a rentabilitás miatt muszáj volt megemelni az árakat is, és hát sajnos most a nyakunkba kapjuk az elmúlt pár évnek az áremelését. Ami a jó hír a szülőknek viszont, hogy mégiscsak tudunk ezen egy picit csípni és spórolni, ugyanis a legtöbb tábor esetében van úgynevezett előfoglalási kedvezmény. Tóth Béla azt is hozzátette, érdemes az előfoglalási kedvezményt kihasználni, mert anyagilag jobban megéri, és így nem csak a táborok között, hanem a turnusok között is válogathatnak. Országszerte jelenleg több mint 200 tábortúrunsra jelentkezhetnek a gyerekek, de ez még a következő hetekben folyamatosan növekszik.